Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. Eszlüsszé Stúdió Kft. Szexárd. www.eszlüsszéstudio.hu. Támogatás 200 millió forintra pályázhatnak a megváltozott munkaképességűek elhelyezkedését segítő szervezetek. Városháza felújítás, több mint 4,5 milliárd forint jutott a Paksi polgármesteri hivatalra. Újabb milliárdok érkezhetnek, folytatná a térség fejlesztését a Tolna megyei önkormányzat. Új óvoda, 100 millióból alakították át a Dalmandi intézményt. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 200 millió forintos pályázatot írt ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma olyan szervezetek számára, amelyek megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását segítik. Ezt Szekszárdon jelentette be Fülöp Attila, az EMMI szociális ügyekért felelős államtitkára. Ács Rezső Szekszárd polgármestere azt mondja, a tolnai megyeszékhelyen eddig is több 10 millió forintot költöttek évente arra, hogy a megváltozott munkaképességű helyiek munkát tudjanak találni. Az országban jelenleg 150 ezer megváltozott munkaképességű ember tud folyamatosan dolgozni. Legalább ugyanennyien lennének viszont azok, akik bár szeretnének, egyelőre nem tudnak hol elhelyezkedni. Ezen segít az a 200 millió forintos pályázati rendszer, amit az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára Szekszárdon jelentett be. Olyan szervezeteknek áll nyitva, akik azt a küldetést választották, hogy a munkaerőpiac és a fogyatékos ember között egyfajta hidat képeznek. Ők azok, akik a szolgáltatásaikkal, tanácsadásaikkal, egyéni segítésükkel megpróbálják a fogyatékossággal élő embereket elvezetni a munkavilágába. A pályázat bejelentésének a helyszíne nem véletlenül esett Szekszárdra. A tolnai megyeszékhelyen ugyanis évente 400 millió forintot költenek a szociális ellátórendszerre, ebből pedig jelentős forrás jut a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának segítésére is. Elsősorban az a célunk nekünk is, és ebben azt gondolom, hogy közösek az érdekeink a magyar kormánnyal és az EMMI-vel, államtitkársággal, hogy a megváltozott munkaképességűek esetében például olyan projekteket találjunk ki, amiben valós munkát tudnak végezni, és úgy érzik, hogy hasznos tagjai a társadalomnak. Ezt természetesen a város egyedül nem tudja megoldani. Szükség van együttműködő partnerekre, mint a szexuálisan működő civil szervezetek. Az EMMI által elindított 200 millió forintos pályázati rendszere október 31-éig pályázhatnak a megváltozott munkaképességűek elhelyezkedését segítő szervezetek. 284 millió forintból újították fel Pakson a városházát, a fejlesztésre 209 millió forintot a terület és település fejlesztési operatív program pályázatán nyert a város, a fennmaradó összeget pedig saját költségvetésből finanszírozták. A 80-as évek elején épült Pakson a városháza. Az elmúlt közel 40 év alatt az épületen nem volt nagyobb rekonstrukció. Időszerű volt a felújítás, mely 284 millió forintból valósult meg. Ebből 209 milliót topos pályázaton nyertek el. A többit az önkormányzat saját forrásából finanszírozta. Méltó, én azt gondolom a 21. századi Paks városához, amely ugye idén ünnepli 40. évfordulóját, úgyhogy egy külön ajándék, én azt gondolom ez a város számára, ez a megújult városháza, de ezen túl valóban azt is köszönhetjük ennek a felújításnak, hogy energiamegtakarítást is tudunk eredményezni. Az energetikai korszerűsítés keretében kicserélték az épületen a külső nyílászárókat és a függönyfalakat. Az ablakokhoz zsalúziás árnyékolók kerültek beépítésre. Megtörtént a homlokzat utólagos hőszigetelése, elkészült a tetőhő és vízszigetelése. Termosztatikus szelepeket szereltek fel a radiátorokra, tisztasági festést végeztek. A tetőre újabb plusz napelemek kerültek fel. De ezzel nem fejeződött be a rekonstrukció. Folytatjuk a belső felújítást is, hiszen a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól Paks városa nyert egy 30 millió forintos összeget, amelyet a vizes blokkok, azaz a mosdók felújítására fogunk fordítani, illetve a konyhának a teljes körű felújítására. A városháza avatom az Irigy-Honaj-Mirigy koncertjével zárult. Hamarosan újabb milliárdok érkezhetnek Tolna megyébe, így tovább folytatódhat a fejlődés, mondta Fehérvári Tamás a Tolna megyei közgyűlés elnöke Kapospulán a felújított községháza átadásán. Az épület energetikai rekonstrukciója
utoljára a megyei önkormányzat pályázati rendszerén keresztül nyert forrást a település. Ünnepi műsor is színesítette a felújított Kapospulai Községháza átadását. A több mint 110 éves épület mindig a közösséget szolgálta, most is otthont ad a polgármesteri hivatalnak és a postának is. A sikeres pályázat segítségével pedig még tovább megmaradhat a funkciója. A nyílászárók nagy része még eredeti, tehát az 1910-ben átadott nyílászárók voltak kalantyúval, amik egyébként jó állapotban voltak, csak hát ugye már a hőtechnikai dolgaik azok már hát nagyon rosszak voltak. Ezen kívül kicserélték az elektromos vezetékeket, hőszivattyús fűtést és hőszigetelést is kapott az épület, a tetejére pedig napelemek kerültek. A több mint 40 millió forintos támogatás a Tolna megyei önkormányzat által irányított TOP programban kapott támogatást. Az elmúlt időszakban 27,5 milliárdot költhettek a megyére, ez az összeg a kiírt pályázatokon keresztül már a teljes egészében le van kötve, mondta Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke. Sikeresek vagyunk, sok nyertes pályázat van, nagyon ügyesek voltak a településvezetők, és láthatóan sok átadott projekt volt már eddig is, és várhatóan a következő időszakban is ez folytatódik, ez a sorozat. Most azon dolgozunk, hogy plusz forrásokat találjunk még, és úgy néz ki, hogy sikeresek leszünk ebben is, és akkor Tolna megyébe ismét bejelenthetjük, hogy várhatóan olyan jó pár milliárd forint lesz az az összeg, amelyet fordít, ismét ezeknek a településeknek a fejlesztésére fordíthatunk. A Kapospulai Községházát Potápi Árpád János államtitkár a térség országgyűlési képviselőjének jelenlétében, Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke és Stemler József polgármester adták át. A 21. századi igényeknek megfelelő óvodát alakítottak ki Dalmandon, mintegy 100 millió forintos TOP forrásból. Potápi Árpád János országgyűlési képviselő az átadón azt mondta, 8,5 milliárd forintnyi támogatás érkezett a térségbe az elmúlt időszakban. A kedvetekért tanultuk a verset, hadd mondhassa minden szülő, ügyes ez a gyermek. Műsorral köszönték meg a legkisebb dalmandiak az új óvodát. Az épülettel még ők is csak ismerkednek, hiszen teljesen átépítették a korábbi 1961-ben épült intézményt. Megvalósult az akadálymentesítés, kicserélték a nyílászárókat, leszigetelték a tetőt és a falakat, felújították a fűtésrendszert és új bútorokat is vásároltak. Az építkezés idejére a gyerekek az iskolában kaptak helyet, de nem ez volt az első épületavatás Dalmandon, korábban az orvosi rendelőt újított fel, és még számos fejlesztés tervben van. A Magyar Falvak pályázaton belül nagyon sok pályázatot adtunk be, orvosi eszközbeszerzésre, temetőfelújításra, óvoda udvarba, elsősorban ilyen mozgáskészséget elősegítő eszközök vásárlására, nagyon sok, tehát nem is tudom szinte felsorolni, de legalább 5 pályázatunk most be van adva, egy utca teljes felújítására adtunk be pályázatot. Úgyhogy bízunk benne, hogy a jövőben folytatjuk ezt a tendenciát, és nagyon szeretnénk, mert ez a falunak a jövőjét is talán egy kicsit előre lendíti. Az elmúlt években az egész térség látványos fejlődésen ment keresztül, mondta az óvoda átadóján Potápi Árpád János államtitkár, a terület országgyűlési képviselője. 66 nyertes projektről beszélünk. Ez azt jelenti, hogy a megyei közel 28 milliárd forintból az én körzetemre jutott 8,5 milliárd forint. Mik valósultak meg ebből? Elsősorban oktatási, kulturális, közigazgatási intézményeknek a fejlesztései, illetve azért jelentősen fejlődött a gazdaság is. Az óvoda épületét a helyi plébános megáldotta, majd a polgármester Potápi Árpád János országgyűlési képviselővel és Fehérvári Tamással, a Tolna megyei közgyűlés elnökével közösen átvágta a nemzeti színű szalagot. Sértetteket keresnek a rendőrök, egy betörő banda tagjaitól lefoglalt ékszerek tulajdonosait szeretnék megtalálni. A csoport az egész ország területén követett el bűncselekményeket, ezért a rendőrség várja azok jelentkezését, akik felismerik a képeken látható ékszereket. A szekszárdi rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki információval rendelkezik az ékszerekről, jelentkezzen munkaidőben személyesen bármelyik rendőrségen, vagy hívja a 112-es vagy a 107-es telefonszámot. Városszépítő napot tartottak Bonyhádon, a családok a Perccel kertben ültethettek virágokat és vehettek részt különböző játékos vetélkedőn, valamint süteménysütő versenyen.
A tavaszi városszépítő délután követően ismét megrendezték Bonyhádon a városszépítő akciót, ezúttal azonban a frissen átadott Perccel-kerti arborétumban ültetettek virágot a település lakói. Filóné Ferenc Ibolya várospolgármestere azt mondta, hogy az eddigi fejlesztések csak a kezdetét jelentették a Perccel-kert új életének. Nagyon sok mindennel készültünk, és nagyon sok minden történt a Perccel-kert életében az elmúlt időszakban. Több pályázatnak, önkormányzati támogatásnak, civil szervezet támogatásának, a kolónia alapítvány támogatásának köszönhetően elkezdődött a Perccel-kertnek a felújítása. Még korán sincsen kész, és még nem fejeztük be, de egy nagyon jó úton elindult a felújítás. A családi délutánon lehetőség volt a háziasszonyoknak sütemésütő versenyen elindulni, a gyerekek pedig játékos vetélkedőkön vehettek részt. A szervezők az újdonsült szülőkre is gondoltak, ők a kisgyermeküknek ültetettek életfát. Azért jelentős, mert azt akarjuk, hogy a városunk szebb és élhetőbb legyen. A Perccel-kert egy olyan környezet, aki mindenkit vonzhat, és ezt szeretnénk még kellemesebbé, még szebbé tenni azzal, hogy virágosítunk és fásítunk. Tehát az idei évben a kolónia alapítványnak az egyik célkitűzése ez volt, hogy a Perccel-kertet szebbé, virágosabbá tegyük. A Perccel-kerti arborétum felújítása nyáron kezdődött el. A fák elé zománc táblákat raktak, új játszóteret alakítottak ki, és a könyvtár felújítása is megkezdődött idén. Családi napot tartottak szombaton a Fidesz Tolna megyei politikusai és szimpatizánsai Dombóváron a vásártéren. A kora délutántól késő estig tartó programokra több százan látogattak ki. A családi napon a gyerekeket ugrálóvár és kézműves programok várták, a felnőttek pedig főzőversenyen vehettek részt, és színpadi produkciókkal is készültek a szervezők. Születi napot tartottak szombaton Pörbölyön, a Tolna megye határán fekvő településre a horvátországi Újbezdánból is érkeztek táncos gyerekek. A falu polgármestere szerint az ilyen események mindig közelebb hozzák egymáshoz a község és a testvértelepülések lakosait. A bírói pár táncával vette kezdetét a Szüreti mulatság Pörbölyön. A településen hosszú évtizedek óta megrendezik az egésznapos ünnepet. A pörbölyiek ilyenkor megünneplik a szüret végét és az újbor elkészültét. Minden ilyen rendezvénynek az a jelentőség, egy összefogó szerepe van neki. A lakosságot összetartják ezek az ünnepélyek. Felvonulnak a szomszédos települések, meghívott települések, táncsoportjai, énekkarai, asszonykórusai. Itt bemutatják, hogy egy év alatt mit fejlődtek, milyen új nótákat, énekeket tanultak, és itt is egy kulturális szerepe van az egésznek. A településen évek óta hagyomány, hogy vendégeket is hívnak. Pörbölyi testvértelepüléséről a horvátországi Újbezdáról érkező ifjúsági hagyományőrző egyesület tagjai is évek óta visszajárnak ide. Habár a gyerekek már egyre inkább vegyes házasságból születnek, és nem minden esetben beszélik a magyar nyelvet, mégis ez a közeg is, legfőképpen az ilyen testvértelepülési találkozások, amikor eljuthatunk az anyaországba, mégis kinyitják számunkra azt a perspektívát, hogy a több nyelv az érték, és a magyar anyanyelv is fontos, hogy megőrizzük. A pörbölyi születi napon 4 hagyományőrző csoport mutatkozott be, a messzebbről érkezett néptánc együttesek mellett fellépett a 2 helyi csoport is. A színész válogatottal játszott barátságos futballmérkőzés szombaton a Faddi öreg fiúk csapata, az összecsapás a hazai faddiak 7-3-as győzelmével zárult. A színész futballválogatott karizmatikus csapatkapitánya, a csapat doyenje Nemcsák Károly vezetésével sárga szerelésben vonult ki a Faddi pályára. Az éppen aktuális ellenfél a Faddi öreg fiúk több generációs, mint utólag kiderült, remek játékerőt képviselő csapata volt. Mivel ugye ez egy kuriózum szerintem, hogy a magyar színész válogatott idejött Fadra, ezért azt gondoltuk, hogy a szünetben kisorsoltunk a magyar színész válogatott által aláírt foci labdát. Nem kellett csalódniuk a rajongóknak. Varga Miklós és Balázs Pali 2 népszerű énekes is pályára lépett a művész emberek csapatában. Akiknél nem ért rá ezen a hétvégén az egyik kapusuk, a másik meg lebetegedett, így Varga Miklóst, amúgy mezőnyjátékost beparancsolták a kapuba, aki először nem igazán vágott jó képet hozzá. A legelején még csatár is voltam, akkor még rudaltam a gólokat, de ahogy öregszem, egyre hátrább kerültem. Ma ez a kapusposzt egy kényszerű dolog, a kapusunk lebetegedett, és közfelkiáltással életem megszavazva, hát olyan kapust kaptak, amilyet megérdemelnek.
Tanúsíthatjuk, nem Varga Miklós nem védései miatt kapott ki 7-3-ra a színészválogatott a faddi kékektől. Akiknél nem elsősorban a győzelem miatt lesz felejthetetlen, mi több életre szóló élmény ez a meccs, ami Seppiben meglepetésként létrejött. Regionális híreink következnek. Újabb világcég telepedett le Pécsen, az elektronikai iparág egyik vezető beszállítója vett csarnokba. Folytatódik a strandfejlesztés, újabb 5 milliárd forint érkezik a Balatonhoz. Gyerekek és tanárok közös programon 15 éves partnerkapcsolatot ünnepel a Bói iskola. Újabb világcég telepedett le Pécsen, az amerikai hátterű társaság az elektronikai iparágban érdekelt, az elektromos autógyártásban megkerülhetetlen beszállító. A vállalat óriás a Baranyai városba helyezte európai központját. Gyártási tevékenységét jövő évtől kezdi el, várhatóan 100-200 főt alkalmaznak majd, a létszámot folyamatosan fejlesztik. Ebbe az épületbe költözik az amerikai hátterű Amphenol Pécset a Bajor utcában. Bent a csarnokban már néhány eszköz is van a gyártósorhoz. Hivatalosan pénteken vett át a világcég a Baranyai ingatlanát. Samsung Battery Systems lesz a közvetlen vevőnk. Mi Tier 2-ként, tehát második szintű beszállítóként vagyunk jelen, és ezek elektromos meghajtású autók akkumulátorának egy nagyon fontos biztonságtechnikai alkatrésze, amit itt fogunk gyártani, több különböző európai autógyár számára. Ebben az évben a próbagyártást kezdik meg, majd jövő évtől a piacra termelnek. A cég betelepülését több hónapos tárgyalás előzte meg az önkormányzattal. Ez nem csak egy egyszerű gyártóbázis lesz, hanem a cég szándékai szerint ez európai is központja lesz ennek a gyártási folyamatnak, ami egész tevékenységgel egészülhet ki, kutatásfejlesztéssel, marketing tevékenységgel, és úgy gondolom, hogy ez egy igen komoly lehetőség a város számára. Egy hosszú tárgyalási folyamat előzte meg a fejlesztést, évelején ültünk le először. Mintegy 6 hónapig tartott, még a cég a pécsi adottságokat megismerve döntött arról, hogy betelepül a városba. A tervek szerint fokozatosan veszik fel a munkaerőt. Kezdetben 100 fő volt a maximális tervezett létszám, de a megrendelés állomány növekedése miatt ennek a duplája is lehet idővel a foglalkoztatottak száma. Újabb 5 milliárd forintos forrásból tovább folytatódik a strandfejlesztés, így a Balaton 85 fizetős és szabad strandja újulhat meg jövő nyárra, jelentette be Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Elsősorban infrastruktúrális fejlesztésekre, füvesítésre, vezeték nélküli internet kialakítására nyílik lehetőség. Ugyancsak hazai forrásból a Balaton körüli csúszdák is megújulhatnak 2020 nyarára. A vizes blokkok megújítása, a játszóterek megújítása, a homokozók megújítása. Az előző pályázati forrásból megvalósult strandfejlesztéseket sorolja Tihany polgármestere. Ahogy ő is, a többi megjelent városvezető is örvendetesnek nevezte, hogy újabb hazai pályázat nyílik a szabad és a fizetős strandok további fejlesztésére. Alapvetően strandi infrastruktúra fejlesztésre, alapvetően a vizes blokkok megújulására, a strand lejárók megújítására, füvesítésre, köztéri padokra, világításra, wifi elhelyezésére. Guller Zoltán a harmadik ütemben megpályázható fejlesztések során hangsúlyozta, a cél, hogy a Balaton 55 füzetős és 30 szabastrandja ismét szintet léphessen. Emellett egy másik pályázatból a balatoni csúszdák újulhatnak majd megszerte a tó körül. A program alapvetően azt célozza, hogy a Balatonhoz látogató turisták, az itt élők és a külföldiek számára is gyakorlatilag egy újfajta lehetőséget teremtsen a szabadidő minősége eltöltésére, és mindenképpen azt kell látni, hogy minden évben szeretnénk egy minőségi szintet ugrani. A program tovább fog folytatódni egészen addig, ameddig valamennyi balatoni szabadstrand és fizetőstrand európai színvonalon nem válik. A strandfejlesztési program első ütemében 2018-ban a Balaton 38 településének 55 strandja újult meg 1,8 milliárd forintból. A második ütemben idén 5 milliárd forint pályázati keret állt rendelkezésre, amelyet a most meghirdetett harmadik ütem újabb 5 milliárd forintos forrása követ 2020-ban.
Másnak természetesek a mindennapi tevékenységek, a súlyos sérült emberek számára ugyanezek lehetetlennek tűnnek, éppen ezért a legapróbb fejlődés is siker az ő esetükben, hangzott el a fejlesztőiskolák országos találkozóján Somogyváron. A hiánypótló szakmai programra közel 160 gyógypedagógus érkezett az országból. Elmegyek én tájról, elmegyek én messzire. Órarend szerint különböző foglalkozásokon segítik a súlyosan halmozottan sérült gyermekek fejlesztését a Somogyvári Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben. Az elmúlt 20 évben egyre nagyobb szülői igény volt, hogy ezek a gyerekek is iskolába járhassanak. Úgyhogy azóta a mi intézményünkben 2010 óta van fejlesztő nevelés-oktatást végző iskola. Somogyváron 10 súlyosan halmozottan sérült gyermekkel foglalkoznak a szakemberek. Nagyon lassan mutatkoznak meg az eredmények a súlyosan halmozottan sérült gyerekeknél, s amik másnál természetes mozdulatok, azok ezeknél a fiataloknál több év munka során érhetők csak el. Van olyan gyerekünk, aki 8 év alatt tanul megkúszni, és a mozgásfejlettség szintje ez önálló a legmagasabb. De akkor is eredményt értünk el, mert a szülőnek nem emelni kell, hanem a gyermek kúszva teszi meg azokat a távolságokat, vagy felismeri, tud választani az élete folyamán. Ha felkínálják neki, hogy tea vagy tej, nyilván azt fogja, hogyha ismeri az ízét, nekünk ezt kell megtanítani, akkor ő ki tudja választani, hogy ő teát kér, vagy tejet. A súlyosan halmozottan sérültek fejlesztése a gyógypedagógiai nevelés-oktatás egyik legfiatalabb ága, ezért is fontos, hogy tapasztalatokat cseréljenek a szakemberek. Ebben nyújt segítséget a fejlesztőiskolák országos találkozója Somogyváron. A kétnapos szakmai programra az egész országból érkeztek a szakemberek, közel 160 gyógypedagógus cserél tapasztalatot Somogyváron. 15 éves partneri kapcsolatát ünnepli a Bói Általános Iskola és a Lengyel Laszovice Vielkei Iskola. A jubileumot a Baranyai településen ünnepelték, a műsorban magyar és lengyel gyerekek adtak elő zenés-táncos produkciókat. Az eseményen elhangzott, fontos, hogy a kisebbségben élő nemzetiségek támogassák egymást, melyre jó példa ez az évek óta tartó együttműködés. Harmonika szótolbot hangos a Bói Erzsébet vigadó. A zenés műsorok mellett táncos produkciókat is láthattak azok, akik ellátogattak arra a jubileumi rendezvényre, ahol a Bói Általános Iskola és a Lengyel Laszovice Vielkei Iskola ünnepelte 15 éves kapcsolatát. Mint az eseményen elhangzott, bár sok intézmény köt együttműködést, e két iskola között különleges az összetartás. Ezeknek a kapcsolatoknak igazándiból nem volt hosszú távú jövője, 5-6 év után abban maradtak. Mi már 15 éve tartjuk ezt a kapcsolatot, amit szeretnénk megőrizni. Személyes barátságok jöttek létre, és mindenképpen szeretnénk ez a jövőben is így maradna. A több mint egy évtizede tartó barátság keretében a lengyel és magyar gyerekek tanáraikkal egy-egy hetet tölthettek minden évben a partner településeken. Véleményem szerint ez a partner kapcsolat nagyon jól működik. Az elmúlt 15 év alatt több mint 600 gyermek vett részt a csereprogramban. A látogatások alkalmával a német és az angol nyelvet is élőszóban gyakorolhatták iskolásaink. Nagyon örülök, hogy ennyi gyereknek megmutathatjuk, milyen érdekes módszerekkel is lehet nyelvet tanulni. Mint ismert, 2015 óta a Bói intézmény fenntartója a település német önkormányzata. Győréné Meister Katalin elnök kiemelte, kisebbségi önkormányzatként fontos, hogy minden segítséget megragadjanak, így például a pályázati támogatásokat is igénybe veszik lehetőség szerint. Mert azért azt tudjuk, hogy az ilyen kapcsolatoknál maga az utazás viszi erre a legtöbb pénzt, és ezt mi mindig megteremtjük a gyerekeinknek, hogy a szülőknek minél kevesebbet kelljen a zsebükbe nyúlni, és mint német önkormányzat szintén támogatjuk őket, amikor csak szükség van rá. Az eseményen elhangzott, továbbra is tartja a két intézmény a már 15 éve fennálló kapcsolatot, hiszen fontos, hogy a kisebbségben élő nemzetiségek támogassák egymást. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Támogatás, 200 millió forintra pályázhatnak a megváltozott munkaképességűek elhelyezkedését segítő szervezetek. Városháza felújítás, több mint 4 milliárd forint jutott a Paksi polgármesteri hivatalra. Újabb milliárdok érkezhetnek, folytatná a térség fejlesztését a Tolna megyei önkormányzat.
Új óvoda 100 millióból alakították át a Dalmandi intézményt. Kedden melegfront alakítja az időjárást az országnak ezen a részén, délelőtt még mérsékelt, szakadozott felhőzet zavarhatja sokfelé a napsütést, majd a déli óráktól már jellemzően napos, enyhe idő a valószínűbb. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, viszontlátásra!